A legkisebb értékű közjegyzői eljárás díja is 4500 forinttal drágul október 1-től. Ez azokat az értéksávos eljárásokat érinti, ahol az ügyérték számszerűsíthető. Ahol viszont nem számszerűsíthető az ügyérték, ott a megkezdett munkaóra alapján fizetik a közjegyzőt, októbertől pedig a munkadíj is több mint kétszeresére emelkedik. A jegyzőkönyvi tanúsítvány munkadíja például óránként 3000 forint helyett 8250 forint lesz, a jognyilatkozat, a végrendelet óradíja 6000 forintról 11000 forintra nő. Ennek az az oka, hogy 91 óta ez a sávosnál, tehát az érték szerintinél az első, a fix díjtételeinknél pedig a második díjemelés, és egyszerűen előregettek ezek a díjak, hiszen a környező költségek, amiből fenntartjuk az irodáinkat, akár a munkabérre gondolunk, akár az elektromos áramra, vagy a fénymásolásra, vagy a kompjúterre, vagy a rendszergazdák díjára, mind-mind megemelkedett. A 23 közjegyzői hatáskörből 10-ben viszont nem változik a díjszabás. A jogalkotó az továbbra is érvényesített szociális szempontokat, így az államilag támogatott lakáshiteleknél a közjegyzői közreműködés díja az változatlan lesz, sőt egy új kategóriát vezetett be, abban az esetben, hogyha közjegyzőre szoruló vak vagy siket részére készítünk okiratot, akkor az okiratnál kötelező díjcsökkentést végrehajtani, tehát ők ugyanazt a szolgáltatást alacsonyabb díjon tudják igénybe venni. Ennek az az oka, hogy például vakok végrendeletet csak közjegyző előtt tehetnek, és ez egy kölcsönös egymásra szorultság, és azt lehet látni mindenütt a díj rendeletünkben, hogy ahol kötelező a közjegyző közreműködése, ott mindig alacsonyabb van. De ezeken túl nem kell többet fizetniük azoknak sem, akik élettársi nyilatkozatot tesznek, vagy akik a házastársukkal vagyonjogi szerződést szeretnének kötni, valamint továbbra is ingyenes marad a végrendeletek országos nyilvántartásába történő bejegyzés is.